A vádlott vendégségben volt a fivérénél, az italozás azonban veszekedéssé, a perpatvar dulakodássá fajult kettejük között, míg nem a vádlott egy 12 cm pengehosszúságú konyhakéssel kétszer melbeszúrta a testvérét. A szúrás csontot ért, a sértett így csupán 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett, azonban ez csak a véletlenem múlt. Könnyen életveszélyes sérülése is keletkezhetett volna. Én úgy gondolom, hogy szintén súlyosító körülmény képez az önhibából eredő ittas állapot, amelyet szintén több bizonyíték alátámaszt, illetőleg a vádlott kitartó szándéka is. Tehát ebből az egész törvény sorban én úgy gondolom, hogy arra lehet következtetni, hogy a vádlott nem akar felhagyni, még csak véletlenül is ezzel a cselekménnyel. Tehát annyira elragadták az indulatok, hogy minden áron végre akarta hajtani ezt a cselekményét. A vádlott az ítélet indoklása szerint nem először vetemedett ilyesmire. A 90-es évek derekán egyszer már emberülés és súlyos testi sértés büntette miatt 8 évi börtönre ítélték, amiből 2 évtizeddel a mostani elkövetést megelőzően szabadult. Az ügyben 2022. március 29-én emelt vádat a Jászhegyun Szolnok vármegyei főügyészség. A szolnoki törvényszék egy előkészítő ülést és 2 tárgyalást tartott. Az utóbbin 2023. március 9-én ítéletet hozott. A döntés nem jogerős. Az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is 3 munkanapot tartott fent annak eldöntésére, hogy kívánnak-e fellebbezést bejelenteni. Vádlott bűnös emberölés büntettének kísérletében. Ezért a törvényszék a vádlottat 5 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A vádlott feltétele szabadságra nem bocsátható. Az ügyészség fellebbezése már megérkezett a bíróságra. A vádhatóság a vádlott terhére súlyosításért a kiszabott szabadságvesztés és közügyektől eltiltás tartalmának lényeges felemelése érdekében fellebbezett, így függetlenül attól, hogy a vádlott és védője tudomásul veszik a döntést, már biztos, hogy az eljárás másodfokon a szegedi ítélőtáblán folytatódik.